valahonnan a neten random talált videó. Ez a... Na, apa megtanít. Kishúgom, gyere, üljél fel a motorra, apa majd mondja. Nem mondok semmit. Figyelj! Apa odalép, itt ezt a kart, azt ott, ha kiengeded, indul a G, akkor indul el. Óvatosan enged ki, egyenesen el fog menni. Biztos, apa? Biztos, hát, anyádat is itt tanítottam. Onno, ez már rosszat sejtett a zene. Figyelj! Rá-tá-tá-tá-tá! És rúgja! És persze még... Hallod? Mekkora mák, hogy pont nem volt, hogy senki, meg nem az autók fele indult el. Egy darabig jól tartottad. Lehet, hogy egyébként ez egy rejtett tehetség volt. Várj még egyszer. Mert annyira imádom, ahogy kiküldi a kuplungot, és hogy figyeld a hátsó kerek, koncentrálj a hátsó kerekre. Ha? Kuplunk ki? És utána még oda vár a gáznak egyet. Szemét vagy, de ez annyira vicces ez a történet, de még legalább volt annyi ezek, hogy nem betonom, mert helyben eldobta volna a vasat, hogy legalább egy kicsit rugatta, de tényleg nincs egy mező, ahol legalább 200 méterből nincsen semmi, hogy legalább annyi időben lelesik, ne legyen esélye belütközni. Jó, szerencsé volt, de ne bízzátok a szerencsére. Főleg ne adjátok oda, ne így tanítsatok. Nem tudom, hogy robogó, nincs sebesség, csak lassan, elindulás, 2 méter menés. Először egy motorost mindig megállni kell megtanítani. Tehát ez az elindul, nem tudja, hogy működik a fék. Nem olyan, mint a bringán, hogy behúzom és megáll, mert azonnal blokkolja az elej hátulját, főleg egy ilyen régi motoron. Tanítsátok meg, hogy a kuplungot így fölengedi, annyira, hogy taníts meg, hogy érezze azt, hogy elindul egy kicsit a motor, gurul egy métert, és húzasd vele vissza a kuplungot, és lépjen rá a fékre, meg húzza be az első féket. Hogy tudja azt, hogy kell megállni, hogy a kuplung az milyen elv alapján működik egy motoron. Mert lehet, hogy vezet autót, de teljesen más így működik, hogy kézzel, lábbal irányítasz, vagy csak lábbal. Úgyhogy ilyen apró lépésenként, ne az, hogy őre enged ki! Mert akkor ez lesz. Lehet, hogy 2 hétig csinálja és alud, olyan driftelő, vagy crossos lesz belőle, mert akkora gázokkal indul el már, hogy világbajnokságot nyer egy év alatt. Mert tehetség. Mert az elsőt megfogta, csak a másodikat volt már nehéz megfogni, amikor elindult a hátulja. Kisebb lépésekbe kell egy nagyobb motort odaadni valakinek, ha egyáltalán odaadja. De legjobb, ha nem adod oda. Vegyen magának, törje össze azt.